Különböző nézőpontok, különböző művészeti területek találkozása, a cél viszont azonos, egy-egy fogalom megvilágítása különböző aspektusból. Ez volt Obrácz Nagy Ágnes ötlete, amelynek megvalósulását teltházas közönség láthatta és hallhatta az Ipartestületi Székház dísztermében. A műsor alapját négy fogalom adta. Mindenféleképpen tágan értelmezhető fogalmakat szerettünk volna hozni, ugyanis itt tudjuk igazából megvilágítani azt, hogy egy fogalmat milyen sokféleképpen tudunk érteni. Az első fogalmunk az elmúlik. Szándékosan nem az elmúlást, hiszen ennek egyértelműen egy negatív aspektusa van, vagy negatív vetülete van. Az elmúlik az lehet egy pozitív értelmezés is, hiszen a rossz is elmúlhat az életünkből, de maga az élet is elmúlhat. Illetve az affér, a szárny és a langymeleg, ezek a szavak kerültek most egy egészen új megvilágításba. De hogy miért is hasznos és fontos ez? Azt szeretnénk láttatni, hogy az élet nagyon színes, nagyon sokféleképpen láthatjuk azt, és hogyha megpróbáljuk a másik szemüvegén keresztül is látni az életet, akkor a konfliktusok mértéke csökkenthető, vagy azok el is kerülhetőek, alapvetően jobb lehet az életünk minősége, békében tudunk együtt élni. Az esten dr. Tóth Ágnes pszichológus nem csak az adott szavakról, de az asszociáció pszichológiai alkalmazásáról is beszélt. Amikor ezen gondolkodtam, arra jöttem rá, hogy az alkalmazkodásunknak szolgálja. Ad egy folytonosságot, egy kapaszkodót, egy viszonyulást önmagunk belső tartalmaihoz, az emlékeinkhez, a múltunkhoz, a jövőnkhöz. Ad egy folytonosságot az életünknek. Dr. Koltói Ádám pedig, mint újságíró és persze, mint nyelvész vette górcső alá például az elmúlik szót is. Az első benyomásom a hangzása. Stilisztikával foglalkoztam, a hang szimbolika, a nyelvzene engem nagyon megfog. Nekem is negatív a hangulata. Miért? Elemezzük csak. Elmúlik, el szótaggal kezdődik. Ha kimondják az el hangot, akkor benne van maga az, hogy el. Igaz? Ez a hang nagyon múlékony. A könyvtár igazgatója Kapdebóladik Lívia pedig irodalmári minőségében, főként verseken keresztül mutatta be egy-egy fogalom megjelenését, szerepét, jelentését. Mit is jelent mondjuk a költőknél, a költészet nyelvén igazándiból az elmúlik, az elmúlás. Hát elmúlhat minden, ami jó dolog. Például Berzsenyinél, akinek a versét hoztam ezt szemléltetni, a Közelítő tér című verset. De képzőművészeti kiállítás is nyílt erre az alkalomra Sági Pál, Pásztor Zoltán és egy feltörekvő festő Meskó Andrea képeinek témái a négy adott szó körül mozognak. A zene sem maradhatott ki a rendhagyó műfajok közötti kirándulásból, a zenés asszociációt a hangraforgó együttes képviselte. Forog hamarom, robog hamarom, kereke jár.